estét kívánok! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Nagykunsági Krónika című közéleti magazin műsorunkat látják. Kérem, tekintsék meg műsorajánlónkat! Kedves nézőink, aktuális kérdések című heti magazin műsorunk mai vendége Gulyás Ferencné, a Madarász Imre Egyesített Óvoda intézmény vezetője, akivel a zöld óvodákról beszélgetünk. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Gulyás Ferencné, a Madarász Imre Egyesített Óvoda intézmény vezetője. Szeretettel köszöntöm stúdiumban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, szeretettel köszöntöm én is a Karcok Televízió nézőit. Több dolog miatt is meghívtuk ma önt egy stúdió interjúra, talán kezdjük az egyik legfontosabbal, azzal, hogy a Madarász Imre Egyesített Óvoda is csatlakozott a Zöld Óvodák programba. Talán kezdjük azzal, hogy mi is ez a Zöld Óvodák program, mit lehet erről tudni és a csatlakozásukról. Kiemelt jelentősége van már óvodáskorban is a környezettudatosságra nevelésnek, a környezeti nevelésnek, hogy a gyerekek minél hamarabb megismerkedjenek azokkal a módszerekkel, amivel a környezetünket tudjuk védeni. Ennek érdekében az óvodák között pályázatot hirdettek a működés tekintetében zöld óvoda kritériumrendszer szerinti működés. Ennek van egy nagyon hosszadalmas kritériumrendszer, ami magába foglalja a szelektív hulladékgyűjtést, a takarékos, energiával való takarékos gazdálkodást, a környezettudatosságot, a környezeti jeles napokkal való programokkal való foglalkozást, és ehhez a programhoz csatlakozott az óvodáink közül mi 2004-ben a Zöld Faúti óvodánk, stílszerűen a Zöld Óvodákhoz. Ez már 13 éve volt. Igen. Ők akkor kapták meg első alkalommal a Zöld Óvoda címet, hiszen ez egy 3 évre adományozott cím, amelyet 3 évig viselhet az az óvoda, aki megfelel ennek a működésnek. És hát ennek követői voltak az intézményünkben, és 2016-ra értük el azt, hogy most már mind a 9 óvodánk e szerint a program szerint működik, és az nagyon nagy öröm, hogy 3 évente folyamatosan, akik megpályázzák, azok újból meg tudják újítani, és ebben az évben a Zöld Faúti óvodánk örökös zöld óvoda címre fog pályázni, ami után már nem kell új pályázatot benyújtani. Mindemellett ezt a nagyon komoly tevékenységet, amit a környezeti nevelés területén végeztünk az elmúlt 12-13 évben, megkoronázta a tavalyi évben, amikor a Jász-Nagykun-Szolnok megyei óvodák közül a Madarász Imre Egyesített Óvoda SZIM óvodáját zöld óvoda bázis intézményé választották. Ez egy nagyon kitüntető cím a megyében, hiszen ez a még kis kétcsoportos óvodánk fogja össze a megyében azokat az óvodákat, akik már zöld óvoda címmel rendelkeznek. Őt velük az egymástól való tanulása kiemelt terület, a jó gyakorlatok megismerése, és összefogja, segíti, támogatja azokat az óvodákat, akik szeretnének zöld óvodává válni. Gratulálunk ennek a címnek az elnyeréséhez. Mit is jelent az a gyakorlatban? Hogyan fog ez majd működni, hogy bázis óvoda lett a karcagi óvoda? És hogyan tud segíteni a többi óvodának? Azt mondta ugye, hogy összefogja a megyében az óvodákat ez a bázis óvoda. Igen, van egy országos hálózat, a Zöld Óvodák országos hálózata, amelyhez kapcsolódnak országos programok is, hiszen ez a Földművelésügyi Minisztérium működésében, támogatásával valósul meg ez a programsorozat, ez a hálózati együttműködés, és az országos programok mellett megyei programok is vannak. A megyei programokat így a mi intézményünknek a SZIM óvodája szervezi, ebben az évben 2 programot szervez a megyében, az egyiket március 22-én Karcagon a Kuthenuti óvodában fogjuk tartani, ahol azokat az óvodákat várjuk a megyéből, akik szeretnének szintén zöld óvodává válni, szeretnének megismerkedni jó gyakorlatokkal,
és tapasztalatokat gyűjteni. A másik alkalom az majd májusban lesz, ott pedig már azok az óvodák érkeznek Karcagra, azoknak az óvodáknak a környezeti nevelő pedagógusai, akik már zöld óvodák, és ővelük egy magasabb szintű együttműködésben egymás tapasztalatainak, a fejlesztési lehetőségeknek lesz a fókusza azon az alkalmon, illetve olyan jó gyakorlatok, amelyek a tehetséggondozáshoz, a környezeti neveléshez, a programokba való, projektekbe való megvalósításhoz kapcsolódik. Ugye azt mondta, hogy elnyerte a Szimóvoda bázisovoda címet. Mikor lesz ennek a hivatalos átadója? Ennek már volt hivatalos átadója, mert ezt 2016-ban átadták, a Vajdahunyad várában történt ennek az átadása, minden megyéből egy óvoda vehette át ezt a díjat. Ezen az alkalmon ott volt Szabóné Szentesi Mária, aki most jelenleg a tagovodának a vezetője, és ezt a programot irányítja, valamint Andrássy Tiborné intézményvezető helyettes, aki a környezeti nevelő munkaközösségünknek a tagja, és aki hosszú évtized óta gondozza ezt a területet az intézményi működésben. Azt mondta ugye, hogy a Zöldfa úti óvoda pedig pályázni fog az idén az Örökös Zöld óvoda címre. Miért pont ez az óvoda fog pályázni? Tehát most arra vagyok kíváncsi, hogy mi az, ami ott megvalósul, vagy ott már megvalósult, azonban még a többi karcagi tagovodának van mit hozzápótolnia, hogy ugyanúgy működhessenek. Milyen kritériumoknak felel meg a Zöldfa úti óvoda? Hát a legelső kritérium, aminek meg kell felelni, hogy három alkalommal, ez azt jelenti, hogy 3x3 éve már el kellett, hogy nyerje ezt a címet. Tehát aki harmadjára elnyerte, az negyedjére már örökös címre pályázhat. Hát vannak óvodák, akik tavaly nyerték el, úgyhogy még előttük áll majd a második, harmadik pályázás és az örökös zöld óvoda pályázás, az kb. Majd 10 év múlva lesz. Tehát addig ezen a területen kiemelkedő tevékenységet kell nyújtani, olyan szakmai programokat kell megvalósítani, ami a környezeti neveléshez, vízvilágnapja, földnapja projektekhez, környezetvédelmi világnap projekthez kapcsolódik. De hát ez nagyon széles körben és nagyon gazdag programokkal működik a mi intézményünkben. Az óvodák ugye nagyon nagy figyelmet fordítanak a környezeti nevelésre. Mi az, amit be a legjobban bele lehet vonni a gyerekeket a tapasztalatok alapján? Mi az, amire meg tudják őket tanítani? Mik a legfontosabb dolgok? Elsődlegesen azt gondolom, hogy a zöld jeles napokon keresztül próbáljuk őket bevonni, hiszen ekkor olyan gazdag programokat tudunk kínálni, például az állatok világnapjához kapcsolódóan, a földnapjához kapcsolódóan, és akkor most itt rátérek a vízvilágnapjához, hiszen az van itt hozzánk legközelebb, most március 22-én, amikor nagyon színes tevékenységeken keresztül ismerkednek meg a gyermekek, például a vízvilágnapján a vízhez való kötődéshez, a felhasználásához, a takarékossághoz, a karcagi gyógyvízhez való, hogyan tudunk kapcsolódni, mit jelent a számunkra. És ezt a jó gyakorlatunkat, aminek a neve Párácska, ezt Andrássy Tiborné Editke környezeti nevelőnk fogja bemutatni a március 22-i programon. Ehhez kapcsolódóan március 20-ára egy országos programot hirdetett a Zöld óvodák országos hálózata, amihez mi itt Karcagon a 9 zöld óvodánkkal és a... Ez egy nagy megmozdulás lesz, hogyha jól olvasom. Így van, ez egy nagy megmozdulás a tavaszi napi egyenlőség napján. Ennek a jegyében szerveződik országszerte, aminek a címe Öltöz zöldbe. Flashmob lesz, amikor... Elkezdünk az óvodásokkal, a terveink szerint a múzeumkertbe szervezzük ezt a programot, bízunk benne, hogy nagyon jó idő lesz, és erre az alkalomra valamennyi óvodánkból a nagycsoportos gyermekekkel zöldbe öltözünk, és a két kolléganő vezetésével, Szabóné Szentesi Marcsi és Andrássyné Editke vezetésével fog megszerveződni ez a program. Úgyhogy a nagycsoportos óvisok itt énekelnek, játékokat játszanak,
különböző közös kis programok lesznek, mondókáznak, és hát erre az alkalomra nem csak az óvodásokat, hanem várjuk azokat az érdeklődőket is, akik szeretnének a vízvilágnapján az óvodás gyermekekkel zöldbe öltözni. Ezt akartam pont kérdezni, hogy aki esetleg oda szeretne menni, vagy részt szeretne venni, akkor valami zöldet vegyen magára, még ha csak jelzésértékkel is, gondolom. Igen, mi is így készülünk a gyermekekkel és az őket kísérő nevelőkkel. Ezen az alkalmon valamilyen zöld, egy kis kendő, egy kis sapka, egy kis kabát, kinek milyen van, megpróbálunk valóban zöldbe öltözni, ezzel is jelképezve a környezettudatos életmódnak a fontosságát, a víz fontosságát, mennyire fontos számunkra az életünkben az, hogy a holnap is legyen a számunkra víz, holnap is tiszta levegő legyen számunkra, és azt gondoljuk, azt érezzük, hogy ezt már óvodáskorban el kell kezdenünk, hogy a gyermekek megérezzék ennek a fontosságát, hogy a szülők is egyre fontosabbnak érezzék ezt, és ezzel a nappal is szeretnénk ezt tudatosítani, és egy nagyon kellemes délelőttöt eltölteni együtt. Egyébként ezekkel a programokkal, amit a Zöld Óvodák programon belül szerveznek, hogyan látják, mint pedagógusok, hogy tudnak a szülőkre hatni? Azt gondolom, hogy nagyon nagy mértékben, hiszen nagyon sok közös programunk, és mondhatom azt, hogy ezek a programjaink szinte mind-mind közös programok, hiszen említhetem a konyhakertek programját, ami szintén működik mind a 9 óvodánkban, és ez is nagy mértékben kapcsolódik a zöld óvodákhoz. Ebbe is a gyerekekkel együtt bevonjuk a szülőket is, akik közösen tevékenykednek egy-egy napon, egy-egy alkalmon, kiemelten például a Föld napján a gyermekekkel az óvodákban szépítik az udvarokat, akkor mondhatnám, van zöldövezet programunk, ez is egy olyan címet adtunk, ami az a nap, akkor a környezeti nevelés területén annak a fontosságát hangsúlyozza mind a gyerekek, mind a szülők számára, és ez mindig játékos formában történik. Itt ilyenkor mindig előkerülnek azok a hulladékgyűjtési, amikor szelektíven gyűjtjük, hiszen valamennyi óvodánkban szelektíven gyűjtjük a hulladékot. Azok a takarékossági szempontok, amikor takarékoskodunk az energiával, hiszen mondhatom azt, hogy az óvodáinkban már több épületben sikerült megvalósítani az energiahatékonyságot. Ez is nagyon fontos. Egy óvodánk van, amely napelemes rendszerrel rendelkezik, hiszen ezek mind-mind hozzátartoznak. Az, amikor kisétálunk a erdei futópályára, vagy éppen kerékpározunk, hiszen az óvodáinkban rendelkezünk közel 150 kerékpárral, amelyet a gyerekek nap mint nap használnak. Ez is egy olyan kiemelkedő és egyedülálló programunk, amelyre épp a tegnapi nap kaptunk felkérést, hogy egy országos rendezvényen mutassuk be ezt a programunkat a Tevékenységközpontú Program országos konferenciáján, amelyen a Kuthen úti és a Szimovoda nevelőközössége fog részt venni, és ezen a területen az eddig elért gyakorlatainkat Balay Tiné Sütő Margó, aki most a Kuthen úti óvodának a tagóvoda vezetője, de korábban a Szimovodát vezette közel 10 évig, úgyhogy ennek a programnak a kidolgozója, az eredményeknek az elérésében nagyon komoly szerepe volt neki, és van is a mai napig. Úgyhogy ez a két óvoda fog részt venni, akik bemutatják majd országos szinten is az eredményeinket. Nagyon sok programra, rendezvényre készülnek. Nagy a mozgolódás a Madarász Imre Egyesített Óvodába, és ezt még megüberelik azzal, hogy következik hamarosan az óvodapedagógiai programsorozat. Mikor kezdődik, meddig tart, milyen programokra, rendezvényekre várják majd az érdeklődőket? Lesz ugye ennek egy szakmai része is, meg egy nem szakmai része is. A Madarász Imre óvodapedagógiai napok keretében igyekszünk mind helyben pedagógusokat, szülőket meghívni ezekre a programjainkra, illetve városon kívül, de mondhatom azt, hogy országos hatókörrel is lesznek rendezvényeink. A nyitó rendezvényünk az Aprólábak néptáncgálánk lesz, amely
Március 25-én szombaton délután kerül megszervezésre a Dérinél Kulturális Központba. A záró programja pedig április 7-én lesz, amely egy országos szintű rendezvényünk lesz. A 23. országos esztétikai tanácskozás Karcagra helyezi a helyszínét. Hosszú évek óta második alkalommal kerül itt megrendezésre ez a program. Ebben a programban az óvodai nevelés a művészetek eszközeivel dolgozó közel 300 magyarországi óvodapedagógusai fognak Karcagra érkezni, és ennek keretében lesz a tanácskozás itt Karcagon. És ebben a két hétben, ahogyan mondtam, hogy a helyi pedagógusokat is várjuk a rendezvényekre, megyei szinten is meghirdetésre kerülnek a programjaink, hiszen április 4-én a Jászlókon Szolnok megyei pedagógiai oktatási központ, amely az oktatási hivatal központa, megyei konferenciát tart, ahol átadásra kerülnek az oktatási hivatal bázis intézményeinek az oklevelei, és hát ez is egy nagyon nagy öröm számunkra, hiszen ezt az elismerést most nyertük el, erre pályáztunk, nagyon készült a nevelőtestületünk, ebben mind a 9 óvodánk részt vesz ebben a programban. Nagy elismerés, nagy felelősség és nagy kihívás az elkövetkezendő időszakra, hiszen már itt az áprilisi időszakban nekünk megyei szinten kell előadásokat, konzultációkat, szakmai bemutató foglalkozásokat tartani Jásznagykun Szolnok megye óvodapedagógusai számára. Lesz program akkor bőven az elkövetkezendő időszakban. Ígérjük, hogy a rendezvényeken mi is ott leszünk, és tudósítjuk majd a kedves televízió nézőket az ott történtekről, aki esetleg nem tud majd ellátogatni. Köszönöm szépen, hogy itt volt, sikeres rendezvénysorozatot, és jó munkát kívánunk! Köszönjük szépen az érdeklődést, várjuk nagy-nagy szeretettel a kolléganőimmel, hiszen ők nagyon készülnek ezekre az alkalmakra, hiszen a gyerekekkel együtt a programokat nagyon szeretnék bemutatni, és mindazt a tudást, ami az elmúlt évtizedekben felhalmozódott az intézményünkben, és itt van, hiszen nagy tapasztalattal rendelkező óvodapedagógus kollégáim vannak, várunk szeretettel mindenkit. Köszönjük, hogy itt volt. Kedves nézőink, már megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, most az elmúlt napok fontosabb és érdekesebb városi eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek. Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a karcagi katasztrófa védelmi kirendeltségen. Lévai Kálmán ezredes úrral beszélgetünk, hiszen hamarosan kezdődik a 2016-os év értékelése. Mindig azzal riogatja itt a többieket, hogy valószínűleg önnek ez már az utolsó lesz, utolsó beszámolója. Akkor beszéljünk egy picit arról, hogy milyen is volt a 2016-os év. 2016-os viszonylag csöndes évünk volt, 2015-höz hasonlóan. Hát voltak azért események, de nem kiugró, nem tömeges események, nem nagy, durva dolgok történtek. Hát volt ugye szárazság is valamennyi, volt belvíz is valamennyi, volt hóhelyzet is valamennyi, de összességében egy kezelhető mértékű évünk volt. És ez azért is jó, mert ilyenkor egy kicsit úgy meg tud higgadni a csapat, tudja egy kicsit látni, átlátni, értékelni, hogy mit végzett eddig, milyen eredményekkel sikerült ezeket a munkákat elvégezni, hol kell esetleg változtatni, merre menjünk tovább, mi történjen. Hát függetlenül attól, hogy fentről kapjuk az utasításokat, intézkedéseket, stb. Iránymutatásokat, de azért mi vagyunk itt, mi látjuk konkrétan, hogy az illetékességi területen mi mindenre van szükség, és hát ennek megfelelően igyekszünk cselekedni. Összességében én azt gondolom, hogy egy ilyen szempontból jó évet tudtunk zárni. 3 járás tartozik a kirendeltséghez, és azért igyekeznek sok olyan programot szervezni, olyan előadást, amivel azért a szakembereket is próbálják szintre hozni a jogszabályokkal, hiszen azok folyamatosan változnak. Mentőcsoportok is alakultak. Hogyan látja a civil háttér, mennyire adott most a kirendeltséghez? Ha
azt vesszük, hogy jól felszerelt csapattal rendelkezünk úgy a tűzoltóvonalon, úgy a katasztrófavédelmi vonalon, akkor ez egy fontos feltétel. Viszont csak mi magunk ezen a ekkora illetékességi területen durván 100 ember, nagyon is kevesen lennénk, hogy 19 településen plusz a járulékos területeken olyan szintű rendet tudjunk tartani, meg olyan szintű dolgokat tudjunk véghez vinni, hogy az állampolgárok és a gazdálkodók is nyugodtan alhassanak. Ehhez mindenképpen szükséges a civil szféra, a civil területnek a kézben tartása, karbantartása, felvilágosítása, felkészítése, kezdve a polgármesterektől, a jegyzőkön keresztül, falugazdászokig, mezőőrökig, vadásztársaságokig, és sok minden más civil területen keresztül, akikre szükségünk van ehhez a munka, ezekhez a feladatoknak az elvégzéséhez. Nagyon fontos láncszem a közbiztonsági referens, amelyik vagy kinevezve, vagy megbízva, de minden önkormányzatnál létezik, hisz ők a kapocs közöttünk és az önkormányzatok között, hát elég sok feladatot is kell, hogy adjunk nekik, hogy minden rendben menjen. Tehát megyünk a civil terület felé, és igyekszünk ezt a civil területet úgy felvilágosítani, hogy érezzék, hogy nekik is van feladatuk abban, hogy minden rendben működjön, és hát ebbe fontos lépés volt a járási mentőcsoportok szervezése, majd ezt követően a települési önkéntes mentőcsoportok megszervezése, mert így egyre több emberhez, egyre több felé jutunk el, és egyre jobban terjed az a nézet, terjednek azok az ismeretek, amiket kívánunk, hogy a civil emberek is elfogadjanak, és lehetőleg ennek megfelelően cselekedjenek. Hát ehhez tartozik még az is, hogy az ifjúságot is igyekszünk nevelni, több szálon, több ágon, hisz maga a közösségi szolgálat is ezt a célt szolgálja. Azután a katasztrófavédelmi ifjúsági versenyek, a gyermeknapok szervezése, vagy a gyermeknapokban való részvétel, laktanyalátogatások, vetélkedők és sok minden egyéb ilyen technikai bemutatók, amikkel igyekszünk a gyerekek fantáziáját megfogni, hisz a mai világban a gyerekek egyre inkább technika, de felhasználó szintű érdeklődők, és ezt a vonalat próbáljuk még önállók megfogni. A technikára térjünk egy picit ki, hiszen a kirendeltséghez tartoznak önkéntes és hivatásos tűzoltóságok is. Hogyan látja az ő felkészültségüket, mire volna szükség, hiszen pont tavaly jöttünk itt be az értekezletre, amikor itt voltak azok az adományok, amelyet Karcagváros önkormányzatától kaptak. Gondolom, hogy most is van olyan, ami hiányzik, vagy amire pályáznának. Igen, ez mindig visszatérő dolog, hisz nem elég megteremteni valamit, azt tudni kell megtartani, fenntartani, viszont olyan eszközökről van szó, amiknek kihordási ideje van, tehát ha jó, ha nem jó, bizony le kell cserélni, mert eltelt az ideje, és életvédelmi felszerelésekről van szó, akár a légzőkészülékeket vesszük, akár a feszítővágó felszereléseket, amikkel életeket menthetünk, ez nem hibásodhat meg menet közben, emiatt ezeket cserélni kell. Nagyon fontos volt a önkormányzatok segítsége, de tekintetben a karcagi és a tiszafüred önkormányzat segítsége, részben újak eszközök beszerzésére, részben pedig a régieknek a fenntartására, karbantartására fordítódott. Összességében azt gondolom, hogy az állomány is úgy a hivatásos, mint az önkéntesek, önkormányzatiak pontosabban jól felkészültek. Nem mondom, hogy hiba nélküliek vagyunk, vagy hiba nélküliek, de megbízható csapat mindegyik. Akkor azt gondolom, hogy ez 2017-re is biztató. Jó munkát és kevés eseményt kívánunk a minden kirendeltség dolgozójának. Köszönöm szépen magam nevében, még az idénre is, hogy a fenyegetést folytassam. Valószínűleg jövőre más állít a kamera előtt. Köszönöm szépen. Akkor az majd kiderül, mi is köszönjük. Az előzőkben Lévai Kálmán már elmondta, hogy milyen éve volt a karcagi kirendeltségnek. Most Matuska Zoltán ezredest, a Jászhegykun-Szolnok megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatóját kérdezem arról, hogy először is milyen volt a megyének a 2016-os éve.
A Jászlónyos-Szolnok megyei katasztrófavédelmi igazgatóságnak az év, a 2016-os éve, azt gondolom egy szóval lehet jellemezni, a vizsgálat éve volt 2016. Ugye azt tudni kell, hogy én 2015. szeptemberében kerültem az igazgatóság élére, és 2016-ban meg áttekintettem az igazgatóság működését, személyi és tárgyi feltételeit, és ennek megfelelően hoztuk meg azokat a változásokat, amely megítélésem szerint mind az igazgatóság, és ezen belül mind pedig a karcagi kirendeltségének a munkáját jobbá tette. Tehát akkor azt mondhatjuk, hogy kritikus év nem volt, hiszen itt hallottuk, hogy azért nagyon nagy katasztrófák itt sem történtek a térségben. Most azért már ebben az évben másról beszélünk, de hogyan látja a felszereltségét a kirendeltségeknek? Igen, tehát azt elmondhatod, hogy a 2016-os év káresemények tekintetében nem volt kiemelkedő. Mindettől függetlenül azt el kell mondani, hogy a tűzoltóinknak, illetve a többi kollégának is megvolt a munkája, végezték a dolgukat és alapfeladataikat ellátták. Én azt gondolom, hogy a karcagi kirendeltség és ezen belül a karcagi tűzoltóság, illetve a tiszafüredi tűzoltóság a felszereltsége megfelelő, a feladataik ellátására ez alkalmas, és szolgálja mindkét térségnek a biztonságát. Itt mindig szoktunk arról beszélni, hogy a felszereltség megfelelő, de mindig vannak, amit lehetne pótolni. Lesz-e most erre mondjuk esetleg lehetőség, látnak-e már pályázati forrásokat erre? Természetesen a felszereltségünkön mindig lehet javítani. Ez forrás kérdése. Én azt gondolom, hogy a karcagi kirendeltség is részesülni fog a közeljövőben abból a fejlesztési pályázati rendszerből, amelyet az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság elindított, nevesül különböző szakfelszereléseket, és ami a legfontosabb, pedig a gépjárműfecskendőknek az átadása. Azt gondolom, hogy akkor erre majd még vissza fogunk térni. Én jó munkát kívánok 2017-re is, és eseménymentes évet. Köszönjük szépen! Köszöntöm nézőinket, a Jókai úti tagovodában vagyunk, és Romhányi Sándorné intézményvezetővel beszélgetünk. Itt a polcon látszik egy nagyon szép oklevél, zöld óvoda címet nyert el az óvoda, először is ehhez szeretnénk gratulálni. Nagyon szépen köszönjük. És mit jelent ez a cím? Hát tavalyi év április 30-áig kellett benyújtanunk a zöld óvoda pályázatra a megírt pályázati anyagunkat, és sikeres lett, elnyertük a zöld óvoda címet, amit tulajdonképpen már nagyon régen elkészíthettünk volna, hiszen évek óta a zöld óvoda szellemében dolgozunk, és nagyon fontosnak tartjuk azokat a dolgokat, ami ehhez kötődik. A hulladék hasznosítás piramisát szem előtt tartva inkább megelőzzük a hulladékok keletkezését, de az újrahasználás és az újrahasznosítás jegyében is nagyon sok mindent megvalósítunk itt az óvodánkban. És hát beszéljünk a konyhakertről, hiszen évek óta ott vannak a legjobbak között, és a mai beszélgetésünknek is ez az apropója, hiszen hamarosan kezdődik a szülők-nagyszülők bevonásával egy rendezvény. Harmadik éve rendezzük meg a Legyen neked is konyhakerted rendezvényünket. Tulajdonképpen már hagyományként él nálunk. Olyan kolléganők bevonásával, a nevelőmunkát segítő kolléganők bevonásával szervezzük, rendezzük ezt a rendezvényünket, hiszen igazából ők a hitelesek, ők azok, akik otthon is kipróbálják azokat a furfangokat, technikákat, amiket a mai napon szeretnénk majd bemutatni a kedves szülőknek és érdeklődőknek. És azért minden évben mindig más, hiszen úgy tudom, hogy most az újrahasznosítás lesz a téma. Igen, az első két évben a magvetés, palántázás, komposztálás rejtelmei bevezették be a szülőket, érdeklődőket, a kedves kolléganők. Ebben az évben megújult tartalommal jelentkezik majd a Legyen neked is konyhakerted rendezvényünk, hiszen a zöld óvoda cím elnyerése kötelez minket. Ezért arra gondoltunk, hogy olyan praktikákat szeretnénk bemutatni majd a szülőknek, érdeklődőknek, ami az újrahasznosítás jegyében már megvalósult, kipróbált technikák, és olyanokat is, amiket még nem próbáltunk ki, de együtt biztatva a szülőket is, együtt szeretnénk megvalósítani őket. Kik lesznek a kolléganők, akik ebben ma részt vesznek?
Két Dajka nénim és pedagógiai asszisztensünk Kelemen Lajosné, Ferenciné Székely Erika a Pitypong csoport Daduska nénie, és Puskás Sándorné Ildike a Süni csoport Dajka nénie. Ők azok, akik hitelesek ebben a témában. Mi is bekapcsolódunk, mi is csináljuk, de ők azok, akik értenek is hozzá. Reméljük, hogy sok hasznos és újdonságot fognak itt bemutatni, viszont az mindig fix az előadások után, hogy a gyerekekkel közösen elültetik az első kis magvakat. Így lesz ez most is? Természetesen így lesz ez most is, szem előtt tartva azokat az újrahasznosítási lehetőségeket, amik tulajdonképpen a mai rendezvényünknek a fő mottóját, profilját adják. Nagyon hasznosak ezek a délutánok, hiszen az elmúlt évben is szatyorszámra hozták a szülők az itt elültetett magokból, palántákból cseperedett növények termését, a paradicsomot, a paprikát, a dísztököt. Úgyhogy nagyon boldogok vagyunk, hiszen tulajdonképpen az lenne a lényege, hogy legyen neked is konyhakerted. Reméljük, hogy ez így lesz, és hát majd visszajövünk, amikor már gyönyörű lesz az óvi konyhakertje, és megnézzük, hogy a magas ágyást használják idén is, mint tavaly, vagy ott is lesz a újdonság. Köszönjük szépen. Kérem szépen. Bocsánat, csak egy gondolatot hadd tegyek már hozzá. Újdonság is lesz, természetesen a magas ágyást elkészítettük tavaly, abban fogunk az idén is dolgozni, és azokból a praktikákból, amiket a mai délutánon mutatnak be a kolléganők, azokból is szeretnénk itt az óvodában is bemutatni egyet-kettőt a gyerekeknek is, és a szülőknek is esetleg segítségnyújtással, ha arra van igény. A jó példa ragadós, úgyhogy reméljük így lesz ez most is. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen én is. Jó napot kívánok! Szervusz! Szeretettel üdvözlök mindenkit. A Karcagi Önkormányzat és jó magam nevében engedje meg Annuska néni, hogy megköszöntsem 90. születésnapja alkalmából, mint a körzet képviselője is, és fogadja szeretettel, jó egészségben, hogy fogyassza ezt a tortát. Beleteszem, majd nagyon boldog. Köszönöm szépen! Kívánok, és egy ilyen szép kipor. Jaj, köszönöm! Ja. Ó, gratulálok! Elhiszem, én most csak ki. Hát jó a segítség. Igen, meg a kertét gyomlálgatom. Köszöntöm nézőinket. Egy nagyon szép ünnepség volt az előbb, hiszen Nagy Sándorné, a tilalmas legidősebb lakosa, 90 éves volt. Ebből az alkalomból a körzet képviselője Nagyi László Erzsébet is köszöntötte Annuska nénit. Nagyon szépen elbeszélgettek, és azt gondolom, hogy önnek is jó érzés, hogy ilyen lakosa is van a tilalmasi városrésznek. Hát én úgy gondolom, hogy nagyon nagy öröm, hogy 90 évesen, hál' Istennek egészségileg és szellemileg is nagyon-nagyon toppon van, úgy mondják ezt manapság a fiatalok. Annuska, én úgy gondolom, hogy ez mind számára, mind a család számára nagyon nagy segítség, és nagyon örülök, és remélem, hogy a 95. és a 100. születésnapon is itt lehetek, és köszönhetem majd őt. Reméljük, hogy így lesz, hiszen azért ön rendszeresen megfordult tilalmason, ez kiderült, hogy azért önök rendszeresen találkoznak is odakint, tehát tudnak egymásról. Hát igen, mert azért ez egy olyan városrész, ami kívül áll Karcagtól, de a 3-as számú egyéni körzethez tartozik, és ott az ilyen egyéni problémák mellett sok kisgyerek is van, és a gyerekeknek akár a játszótér, akár az utak állapota, akár a buszjárat, óvodások, általános iskolások is járnak be. Tehát ezeket a problémákat próbáljuk folyamatosan kezelni, de nyilván a közvilágítás is minden egyéb előjön. De itt pont a játszóteret említett Annuskánk, aki rá is kérdezett, hogy mi újság van játszótér ügyben, tehát ő is nagyon odafigyel az ott történtekre.
Hogy ne, hiszen ahol ő lakik, Tilalmason, az éppen azzal a területtel szemben van, ahol korábban, jó pár évvel ezelőtt, mikor még Annuska néni is az állami gazdaságban dolgozott, ott volt játszótér az ott lakó családok gyermekei számára. Hát ezek az eszközöknek egy része már nagyon elavult, illetve elkorodálódott, és hát az állami gazdaság tulajdonviszonyai miatt, illetve hát a változások miatt most egyelőre ott tartunk, hogy a földterületet, ahol el tudnánk helyezni a játszótéri elemeket, azt kell kiválasztani. Vélhetően ez ugyanez a terület lesz, mert itt van a legkevesebb közforgalom, úgyhogy a gyerekek könnyen meg tudják majd közelíteni. És hát azt gondolom, hogy ha ez megvalósul, Annuska nénivel beszélgetett fél óra után, azt gondolom, hogy ő biztos, hogy el fog oda sétálni, és meg fogja nézni. Én ebben teljesen biztos vagyok, hiszen csak az udvarról egy pár lépést kell tennie, és már is látja a gyermekeket a játszótéren, de ahogy az is elhangzott, és itt össze is számoltuk, úgy gondolom, hogy a 10 dédunoka is jobban fogja élvezni azt a nagyobb teret, amit tudnak majd használni. Reméljük, hogy így lesz, és hát azt is, hogy Annuska Linger a 95-en, és utána pedig a 100-on is tudjuk majd köszönteni. Én is ebben bízom, és nagyon jó egészséget kívánok ezúton is neki, és köszönöm szépen a riportot. Mi is köszönjük szépen. Először is szeretnék gratulálni Annuska Linnek a 90. születésnapjához. Köszönöm szépen. Beszélgessünk egy picit arról, hogy hogyan is tetszett Karcagra kerülni, hiszen úgy tudom, hogy nem itt tetszett születni. Nem. Nem, mi Álmosdi születési vagyunk, a párom is, én is ott születtem. Hát volt itt egy igazgató, Nagy György János, az által jöttünk ide, ő hozta ide a páromat, utána elköltöztünk, miénk is ide 1964-be. Akkor ennek is már több évtizede van. Úgy tudom, hogy a férje ott volt agrármérnök a Tilalmasi Állami Gazdaságban. Igen. És akkor beszéljünk a családról. Hány gyermekük született? 5 gyerekem van. 5 gyerekem. Soroljuk el őket. Vali, Sanyi, Ili, Pötyi, József. Van kedvenc, vagy mindegyik kedvenc? Mindegyik kedvenc. Mindegyik. Mind az öt az enyém. És milyen gyerekek voltak ők? Tehát mennyire kellett velük sokat foglalkozni, jó tanultak-e? Tehát milyen volt a Annuska néni fiatalkora a gyerekekkel? Hát az úgy volt, hogy anyósomék laktunk, a nagyobbik lányom az 8 éves, 8. osztályig, 8-as, ugye? Addig ott volt a nagyanyjáék. Pedig petróleumlámpa volt, annál tanult abban az időben, és mikor azt elvégezte, utána jött Hajdúböszörménybe ment gimibe, oda vették fel, kitűnő tanuló volt, nagyon jó tanuló volt Vali. És akkor már nálunk volt egy rádió, ugye meg hazavágyott a gyerek a többi testvérei közé, oda jött haza, már a mamáékat akkor már kicsit hanyagolta. Szerette őket nagyon, az biztos, de haza is csak hazajött, mert testvéreinek hát otthon voltak. De azért nem volt könnyű ott Tilalmasra beilleszkedni, önök mégis itt maradtak. Hogyan telnek most az évek, hiszen a Sanyi bácsi az már sajnos régen meghalt, tehát nagyon régóta egyedül tetszik élni, de hogyan telnek odakint a napok? Hát a napok eltelnek. És eltelnek hetek, hónapok, évek eltelnek. Nyáron kertészkedek. Még lehet, még tudtam hajolni, de még most is kimegyek, meg kimosom magamra a ruháimat, aztán eltelik a nap. Én úgy tudom, hogy a sütés-főzés is a kedvenc elfoglaltság ma is. Az igen, sütök-főzök, ha van kinek, de már lassan nem lesz. Én úgy tudom, azt súgták meg nekem, hogy a Ferdinánd a kedvenc. Igen. Az egy karcagi sütemény, azt már itt tetszett megtanulni? Mert én ezt a konyhán tanultam meg, addig én nem ismertem, mert mifelénk nem ismerik ezt a Ferdinándot, de nagyon finom ám. Utána aztán én is belejöttem,
De igaz, hogy nagyon finom vali. Igen. Finom nagyon, bizony. Isteni tészta. És hát azt itt hallottuk azért a családtagoktól, hogy nagyon jól tetszik csinálni. Én nekem azt súgták meg, hogy a töltött káposzta a kedvenc, és főzelékeket is tetszik fogyasztani. Én nagyon szeretem a töltött káposzt. Hidegen reggel, mikor felkelek, bemegyek a kamrába, hidegen kezemből. Ó, de finom, mikor eszem, annyira szeretem, tényleg, hogy csuda. Igen, ez azért mással is így van. A húsleves is kedvenc, úgy tudom. Az is a húsleves is, igen. Nagyon finom húsleves főzök, az biztos. És egyébként a lányok, hiszen beszéljünk a gyerekekről, hogy 3 lány van, 2 fiú, a lányok is jól főznek? Mind nagyon jól főz. Mind. Nagyon jól főznek, mind a 3 lányom, igen. És csinálják olyan finomra a húsleves, mint ahogy Annuska néni? Biztosan. Csinálják, persze. Finom, igen. Az unokákról beszéljünk. Hány unoka és hány dédunoka van? Jaj, már... Segítünk, mindjárt összeszámoltuk már itt az előbb. Egyszer. Hány van, jányok? 10 unokát számoltunk, és, illetve 9 unokát számoltunk, és 10 dédunokát számoltunk. Ennyi van. 9 unoka, meg 10 dédunoka. Gondolom, hogy az a legnagyobb öröm, amikor körbe rajongják Annuska nénit. Igen, mikor kijönnek hozzám, az a legnagyobb öröm a világon. Igen, az. És mi a 90 évnek a titka? Hiszen itt az előbb beszéltük képviselőasszonnyal is, hogy nem is látszik Annuska néni 90-nek. Mondjam azt, hogy... Hát, én nem tudom a... Nem tudom, mi a titka. Én csak meg vagyok. Nem. Tehát nem tetszett semmi olyat tenni azért, hogy ez nem. Így alakult. Nem, ez így alakult valahogy. Igen, nem tudom, mi a titka. Meg vagyok. Most. Hát gondolom azt, hogy még mindig el tetszik foglalni magát, nem csak ücsörög otthon, hanem azért dolgozgat, főzöcskézik, ez is biztos, hogy hozzájárul. Igen, hozzá, persze, igen. Itt megbeszéltük, hogy legközelebb a 95-en és a 100-on is találkozni fogunk. Ó, Istenem, jó lenne, de hát azt el kell érni még a 95-öt is. Akkor én azt kívánom Annuska néninek, hogy még találkozunk a 95-en és a 100. születésnapon is, és jó egészséget kívánok önnek. Köszönöm szépen. Köszöntöm nézőnket, itt a Városháza előtt vagyunk. Dr. Pintér Zoltán Árpád történész tanárúrral beszélgetünk, aki egyébként hadtörténészként is belásta magát, mert sok-sok első világháborús és egyéb történetbe, és azért kértük meg önt, hogy jöjjön ide velünk, hiszen a kitját láthatta, hogy körbe van állványozva az első világháborús emlékmű. És hát amikor körbe állványozták, akkor egy érdekes dologra bukkantak. Mi is ez pontosan, amiről most szeretnénk tájékoztatni a város lakosait? Először is én magam is üdvözlöm a Karcag Televízió nézőit és a kedves hallgatóságot, hogy mi is ez pontosan a első világháborús emlékművünkön, egyébként 1938-ban átadott emlékművünkön egy lövésnyom látható. Ugye egy dupla szobor alak látható magán az emlékművön, egy gyalogos katona és egy huszár szobra látható, és a huszár fején jól láthatóan egy lövésnyom helyezkedik el. Pontosan nem ismerhetjük, hogy a lövésnyom hogyan keletkezett, hát hipotézisekkel tudunk előállni, feltételezhetünk. Én, mint történész, a város történetével foglalkozó történész azt valószínűsítem, hogy 1944. októberében, mikor is nagyon intenzív harcok zajlottak a városban, akkor egy valószínűleg gyalogsági fegyver lövése érhette, hogy célzott vagy véletlen lövés, ezt ugye utólag nagyon nehéz bizonyítani. A körülmények minden esetre említésre méltók és érdekesek. Igen, és hát éppen azért érdekes, hiszen az önkormányzat mosolyodástól láthatja a szobrot. Így derült erre fény, hiszen ez lentről nem látható. Tehát majd a közeli képen, amit bemutattunk nézőinknek, azon lehet látni, hogy tényleg olyan szögben van, hogy ez csak akkor lehetett észrevenni, amikor fölmentek az állványozók. Igen, ugye itt alapvetően tudni kell, hogy egy 1938-ban átadott bronz szobor együttesről van szó. Nyilván ugye a bronz sajátossága, hisz rézötvezetről van szó, hogy korodálódik, és valószínűleg a réz patina az, tehát ugye ez a zöldes-fekete patina, ami eltakarta a lövésnyomot. Mikor ugye a felújításra került a szobor, akkor feltételezhetően ugye homokfúvással megtisztították a szobrot, akkor lett ez látható. Én itt tulajdonképpen a körülmények izgalmasságát és a körülmények furcsaságát emelném ki, hogy egy első világháborús emlékművön, amit a két
világháború között építettek meg, majdnem a második világháború kitörésekor, ugye egy évvel korábban, azon hogyan keletkezhetett a második világháborúban a sérülés. Karcag ugye hát gyakorlatilag ezer szárral kötődik a magyarság történelméhez, és itt ami különösen érdekessé teszi, hogy 1944 októberében Karcag város számos más magyarországi településre együtt nagyon súlyos háborús károkon szenved, ugyanakkor arányaiban, mértékében és a harcok elhúzódását tekintve az egyik legsúlyosabb háborús károkat például ez a város szenvedi el. Ugyanis tudva levő, hogy a 1944 nyarán egyébként sikertelenül ostromolt Árpád vonal megkerülésével, itt ugye a román átállást követően az Árpád vonal, mint magyar védvonal megkerülhetővé vált, a szovjet vörös hadsereg alakulatai a Dél-Alföld, konkrétan Battonya térségéből támadtak az Alföld városai ellen. Karcag városát is az egyébként 1944. október 8-án éjszaka éri el a szovjet vörös hadsereg második ukrán hadseregének, gyakorlatilag egy hadsereg csoportjának a gépe gépesített előőrse, ezt nevezzük egyébként Pliev lovasgépesített támadócsoportnak, és gyakorlatilag egy fél órányi idő alatt birtokba veszik éjfél körül, október 8-a éjfél körül a várost, azonban másnap, az ezt követő október 9-i napon a kisújszállás Kunmadaras térségében diszlokált, egyébként kőkeménynek nevezhető német 13. páncélos harosztály, tehát egy Wehrmacht harosztály ellentámadást hajt végre a város ellen, és a város központban lévő szovjet parancsnokságot és az itt hagyott mindössze kettő szovjet lövészszázadot kisöpri a városból. Ekkor ugye számos leírásunk van arról, mint egyházi, mint közigazgatási források tanúskodnak arról, hogy a városközpontban rendkívül kemény harcok dúlnak, és október 9-én, mint utaltam rá, körülbelül délután, kora délutánra a város német birtokba kerül. Október 11-éig egyébként a város a németek kezében, tehát a német Wehrmacht alakulatok kezében van, két páncélgránátos ezred, és annak alakulatai védik a várost, és október 11-e az a pont, amikor a Dél-Alföld irányából északra a kisújszállás Karcag püspöklorány térségbe vezényelt szovjet támadó alakulatok, itt egy nagyon kemény szovjet páncélos alakulatról, a 18. páncélos hadtestről van szó, bekeríti Karcag városát, és október 12-én egy tulajdonképpen szovjet mélységi támadást, tehát egy totális minden irányból végbevitt támadás éri a várost. Ebben az esetben körülbelül 500 német katona és 5 német harckocsi, 5 PZ, 5 párduc harckocsi lesz a városi harcok német részről vett áldozata, a szovjet veszteséget nem ismerjük, és magyar alakulatok ugyan nem vesznek részt a város újabb szovjet megszállásában, ugyanakkor azt tudjuk, hogy a város központ iszonyatos kemény háborús károkat szenved. Most csak példaképpen mondom, hogy például a mostani református gimnázium épület az bombatalálatot kap, a Kálvin ház bombatalálatot kap, pergőtűz, tehát tüzérségi pergőtűz éri a belváros város központját, és könnyen elképzelhetőnek tartjuk, hogy például maga a városháza is valamilyen lövészeti megfigyelőpont lehetett, vagy akár ugye gyalogos csapatok vették birtokba, és az itt zajló tűzharc folyamán valószínűsítem, bár hangsúlyozom, hogy valószínűsítem, hogy kaphatott találatot a huszárszobor, nem tudni pontosan, és az a lényeg. Azt gondolom, hogy akkor történészként azért ebben még jobban bele fogja magát ásni, és hát arra mondjuk kicsi az esély, hogy bárki szemtanút találjunk erre, de akkor ez nagyon logikusnak tűnik, amit ön elmondott. Mindenképp utána kell nézni, én úgy gondolom egyébként, és maga a eset, tehát ugye maga ennek a lövésnyomnak a helye is jól mutatja, hogy egy nagyon izgalmas városban élünk, amelynek gyakorlatilag minden négyzetméteren, minden kis szeglete kötődik valamilyen módon a történelemhez. Nyilvánvalóan ugye a harcok, a pusztulás az nem a történelemnek a dicső része, ugyanakkor történetünk szerves eleme, amire, ha nem is büszkének, de tapintattal kell tekinteni rá, és mindenképp további kutatást érdemel. Ez jó munkát kívánok önnek, de úgy tudom, hogy a restaurálás után visszakerülnek a nevek, és nem annyi, hanem több. Igen, tehát itt alapvetően ismerni kell, vagy ugye mögé kell nézni a emlékműépítés történetének. Ezt így nagy vonalakban gyorsan összefoglalnám, igyekszem egyébként a lényeget kiemelni. Karcag város, mint az Osztrák-Magyar Monarchia egyik kis középvárosi rangú települése, 1914-re az úgynevezett 68. Jászkun hat kiegészítési körzetbe tartozott. Ez azt jelenti, hogy a nagykunságból és különösen Karcagról besorozott legénységi állományt ezt az úgynevezett 68. közös gyalogezred kötelékébe sorozták be. Amikor kitört 1914. július 28-án ugye a nagy háború, az első világháború, ahogy a kortársak nevezték, akkor már ez az alakulat a nulladik napon július
július 28-án felvette a harci érintkezést szerb alakulatokkal Belgrád Kalimegdán erődjének ostrománál, és itt már haltak meg megyei katonák, és 14 őszére rengeteg karcagi katona is a harcok áldozatává vált, amikor ugye a háborúnak a elhúzódása még nem volt egyértelmű, és már 14 őszén, 14 szeptemberében felveti a református egyház akkori főgondnoka, dr. Dobrai László azt a javaslatot itt a városi tanácsgyűlésén, hogy mi lenne, ha a jeltelen sírokban idegen tájon fekvő karcagiak kapnának egy közös emlékművet, egy ilyen kegyeleti helyet, ahol a hősi halottakról megemlékezhetünk. Ezt akkor nagyon nagy mértékben támogatja különben a város közönsége, a javaslat mögé áll a korábbi országgyűlési képviselőnk Madarász Imre, ugye a függetlenségi párti képviselő, illetve a Korszak Agid is nagyon nagy munkabírású polgármester egyénisége, dr. Szentesi Tóth Kálmán. 1914-16 között pedig létrehoznak egy alapot, egy pénzügyi alapot, amelynek a bevételét teljes mértékben erre az emlékműre szánják. 16-ban érdekességképpen mondom, hogy a Szentesi Tóth Kálmánnak jelenik meg egyébként egy verses kötete, és annak a teljes bevételét is a alapba csatornázza. Azonban 1916-17-18-ra ugye a totális háború fokozódó terhei, különös tekintettel itt ugye a gazdasági terhekre, tehát ugye a hátország egyre növekvő hát ugye a gazdasági szerepvállalása az kimeríti az egyébként jó módú karcagi településnek az anyagi lehetőségeit. Ha itt arra gondolunk, hogy ugye összesen az Osztrák-Magyar Monarchiában 52 háborús hónap alatt 8 darab hadikötvényjegyzés volt, hogy általánossá vált a jegyrendszer a városban, ugye a népélelmezés és a közélelmezés kis ilyen összeomlott, hogy ugye a hatóságok rekviráltak mindent, szekeret, lovat a lakosságtól, akkor gondolhatunk arra, hogy a háború utolsó éveire, hónapjaira már nem nagyon maradt az embereknek megtakarítása ennek az alapnak, ennek a szobor alapnak a támogatására. Így a háború végre 18 őszére, 18 novemberére tulajdonképpen lekerült a napirendről ennek a szobornak a létrehozása. Ráadásul súlyosbította az a helyzetet, hogy egyrészt Szentesi Tóth Kálmán lemondott, a politikai hatalomról nem kívánt együttműködni az őszi rózsás forradalommal. A városban százszámra korzóztak ugye hazavezényelt katonák, akiknek ugye az elhelyezése és visszaintegrálása a polgári társadalomban az nem volt megoldott, illetve 19-ben a tanácsköztársaság, ugye hál' Istennek Karcagon rövid, mindössze 38 napos fennállása, majd ezt követően egy nagyon durva 10 hónapos román megszállás, és az azt kísérő rablások, fosztogatások, azok abszolút lehetetlenítették az emlékmű létrehozását. Az 1920-as években folytatódott tulajdonképpen az emlékmű állítás kálváriája vagy története, azonban itt a város más irányba a kultúrpalota megépítésére vett fel egyébként jelentős kölcsönt, amerikai dollár kölcsönt, majd a 29 után begyűrűző válság szintén lehetetlenítette ennek az emlékműnek a létrejöttét. És végül egyébként 1938 őszére lesz első világháborús emlékmű a Karcagnak, ugyanis 36 decemberétől a város közügyeit egy nagyon fiatal és nagyon tetrekész, impulzív személyiség, egy dr. Sánta Miklós nevű polgármester veszi át. Egyébként ő 29 éves volt, amikor polgármesteré választották, Karcag legfiatalabb városatyájáról van szó. 38 decemberére készül el egy budapesti szobrászművész pályázata alapján, Gáldi Gyula szobrászművész pályázata alapján a most rekonstruálásra kerülő emlékmű, amelynek, hát ugye nem vagyok művészettörténész, de azért ugye nagy vonalakban ismertethetjük a jellemzőit, egy mészkőt alapzaton álló emlékműről van szó, kettős szobor alakkal, ugye bronz alakokkal, egy lovas szobor, ami a egykori 13. Jászkun huszárezredet, illetve egy gyalogos szobor, ami az egykori 68. Jászkun gyalogezredet szimbolizálja, és a mészkőt alapzat két oldalán volt látható ugye egy márvány lapra vésett névsor, amiről annyit tudunk, hogy amikor elkészült, valószínűleg még jóval kevesebb nevet tartalmazhatott, mert utána nem időrendben szerepeltek rajta újabb nevek. Vettem a fáradtságot, megszámoltam egyébként a neveket. Nem olyan rég, még néhány évvel ezelőtt 649 név szerepelt a listán, ami azért érdekes, mert az eredeti forrásoknak, az eredeti veszteséglistáknak egy picit ellentmond, ugyanis 1925-ben még hivatalosan 555 nevet tartottak számon, mint hősi halott veszteség a város kapcsán, majd ezt kibővítették egyébként, hiszen a kortársak is valószínűsítették, hogy ez a szám jóval magasabb, 649 névre, és ami igazán érdekes, hogy a felújítást megelőző
hát történeti vizsgálat, amit részben én, illetve a polgármesteri hivatal munkatársai végeztek, az fényderített rá, hogy ez a lista sem volt teljes. Különböző okok miatt nem került fel rengeteg név a listára, és a mostani felújítást követően, hát reméljük, hogy itt ez 2017 tavaszától újra látható lesz a névsor, de most már jóval kibővült a formában, összesen kb. 803 név fog rajta szerepelni. Minden esetben egyébként levéltári adatok alapján utána néztünk, hogy helye van a listán, és ténylegesen a városhoz köthető hősi halottról van szó. Én úgy gondolom, hogy az ő áldozatuk és a mi felelősségünk a kegyelet megőrzése érdekében az még 100 év után is aktuálisá és fontossá teszi ezt a lista bővítés és ezt a kérdést. Akkor azt gondolom, hogy ez még aktuálisabbá tette ezt a mostani felújítást, és akkor én azt kívánom, hogy kutatgassa még ennek a golyónak a történetét, és akkor ha még valami újabb forrásot áll, akkor visszatérünk rá. Köszönjük szépen! Én köszönöm a lehetőséget! Kedves nézőink, Háttér című magazin műsorunk következik. Mai vendégünk Benéni Kecskeméti Anikó, óvodapedagógus, akivel az Apró lábak néptáncgáláról beszélgetünk. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Benéni Kecskeméti Anna, a Csokonai úti óvoda megbízott vezetője, művészeti instruktor, szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Én is szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió nézőit, köszönöm Pengő Ferenc meghívását. Azért hívtuk ma meg egy stúdió beszélgetésre, mert ugye itt a tavasz elmaradhatatlan kellékeit Karcagon az Apró lábak néptáncgála. Az idén mikor lesz, talán kezdjük ezzel, mikor valósulhat meg ez a program? Az idén 2017. március 25-én szombaton délután 14 órai kezdettel a Dériné Kulturális Központ színház mozitermében fog megrendezésre kerülni. Ugye ez már a Madarász Imre Egyesített Óvoda programja lett, de nem véletlen ön az, aki minden évben nyilatkozik ennek a programnak a megrendezéséről, hiszen ez az ön nevéhez kötődik, ennek a rendezvénynek a kitalálása, a megszervezése. Igen, és nagyon örülök neki, hogy újra itt lehetek, és pár gondolatot mondhatok a gálával kapcsolatos elképzeléseinkről. Ezt mindig intézményvezetőmmel, Gulyás Ferencné Julikával szoktuk egyeztetni. Az intézményvezető helyettesek is nagy segítségemre vannak, Kunné Nánási Mónika és Andrássy Tiborné Editke. Ezen kívül az iroda dolgozói és minden tagovodának a vezetői és az óvónénik, a tehetséggondozó műhelyek felkészítő pedagógusai. Nagyon sok embert megmozgat ez a rendezvény. Tehát ez egy nagy összefogás eredménye, gyakorlatilag ezt már egyedül úgymond nem is lehetne leszervezni, megszervezni, hanem csak összefogni, kézben tartani. Akkor kezdjük talán azzal, hogy ugye mindig, amikor beszélgetünk erről a rendezvényről, ha előtte, ha utána, már azért mindig elárulja, hogy már gondolkozik, hogy mi legyen a következő ilyen rendezvényen, kiket hívhatnak meg, mi lehet mindig egy picit különlegesség ennek a rendezvénynek. Hogyan képzelik el, mert gondolom, hogy még azért nincs minden lefixálva, de már azért a finisében van a rendezvény megszervezése. Egy kis kett csinálul a város lakóinak, mi az, amire számíthatnak, hogyan fog zajlani ez a rendezvény? Árulj el nekünk, hogy mit lehet róla tudnunk. Ezen a rendezvényen iskolai és óvodai néptáncos gyermekek fognak fellépni. Célunk is ezzel a rendezvénnyel az, hogy az óvodák és az iskolák kapcsolatainak együttműködésének az erősítése. Három iskola fogadta el a meghívásunkat. Kunné Nánási Mónika volt, aki meghívta a rendezvényre a tehetséggondozó műhelyeket. Az iskolákból a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola, a Györfi István Katolikus Általános Iskola és a Kiskulcsosi Általános Iskola fogadta el a meghívásunkat. Nagyon szépen köszönjük a felkészítő pedagógusoknak, hogy eljönnek a gálánkra. Szeretettel hívjuk az egyházak és az intézmények vezetőit a rendezvényünkre, és a
tehetséggondozó műhely vezetőit, és természetesen a gyerekeket, szülőket, nagyszülőket, és várjuk a kolléganőket is az iskolákból. Hogyan lehet majd részt venni ezen a rendezvényen, mert ugye a Délinének a befogadó képessége is korlátozott, ugye néhány éve van egy rendelet, hogy maximalizálva van a létszám, hogyan lehet, jegyet kell venni, jegyhez kell jutni, fel kell iratkozni, hogyan lehet bejutni egy ilyen rendezvényre? A rendezvényünk ingyenes, mint az előző évek gyakorlata is mutatta, viszont a katasztrófa védelmi előírásoknak megfelelően minden iskola és minden óvoda korlátozott számba, de kapnak jegyet. Most aki nem jut be, a helyi és a megyei média képviselői jelen lesznek, és fényképeken is láthatják mindig, és nagyon szépen köszönjük, hogy mindig támogatják a rendezvényünket, és jelen vannak, ezen kívül a Karcag Televíziót, Bengő Ferencnek, Pánt Imrének nagy köszönet azért, hogy mindig jelen vannak a rendezvényen, és több alkalommal megtekinthetik azok a jelentkezők, akik jöttek volna, de sajnos az előírások miatt nem tudnak bejutni a rendezvényre. Már most mondták az óvodai tánccsoportokból a gyerekek, hogy tőlünk 8-9 személy is jönne, és mondtam, hogy erről még majd beszélünk, visszatérünk rá. Lesz meg DVD felvételek, amit megvásárolhatnak, és azon megtekintheti a kis gálát. Mindig nagyon nagy az érdeklődés. Ha régi időkre visszatekintek, akkor olyan sokan voltak, hogy szinte alig fértünk be a kulturális központba. Hát most is nagy az érdeklődés, de remélem, hogy nem lesz senki haraggal ez iránt, hogy nem jutott be esetleg a rendezvényünkre. Hogyan kell elképzelni ezt a programot, aki még esetleg nem volt jelen egy alkalmon sem? Most egy picit a helyszínről beszélgessünk. Tehát lesz egy főprogram, ami a színpadon fogadni, de valóban egy kis program meglátogat. A főprogram a színpadon fogadni, és a kezd mindig úgy tűnik, hogy beszerezni intézményvezető a dolgászóval teti, hogy már a kiszínűszerben, és megfogadjuk az olai irodai dolgozóink segítségével, amit eljuttattunk Karcagváros önkormányzatának képviselőtéhez. Akik nagy számban el szoktak jönni a rendezvényre. Nagyon köszönöm, és nagyon örülök neki, és mindig szokott az önkormányzat részéről köszöntőt mondani. Legtöbb esetben nagyon köszönjük alpolgármester asszonyunknak, Kovács Szilviának, aki rendszeres résztvevője és köszöntője a gálánknak, de nagyon sok intézménynek a vezetője, intézményi dolgozók, gyerekek, szülők, nagyszülők rendezvénynek a résztvevői. Ezután következik a köszöntő után a ráhangolás a gálára. És ez a ráhangolás, ráhangolódás. Ráhangolódás, amit az élőzene fog biztosítani. Az élőzenének én nagyon nagy fontos az élőzene. Nagyon fontos. A Csángató Népzenei Együttes fogja biztosítani Sas Ferenc vezetésével. Ezen kívül Csurka Sándor és párja fognak egy felnőtt tanulmányt bemutatni, és Andi, ő pedig népdalt fog énekelni Balsinahani Kulhánújtólából, és akkor azt kérdezted, hogy a továbbiakban kik lesznek még. Az előtérben néri iparművészek fognak kiállítást berendezni. Nagyon köszönjük Világónak és feleségének, Maikának, hogy mindig a hagyományőrzésben velünk együtt vannak, és mutatják a gyerekeknek a régi hagyományos dolgaikat, és Pincésné Sós Gyöngy is, mint népi iparművész jelenleg a rendezvényen, és ő is mindig részese minden óvodai rendezvényünknek. Köszönjük szépen neki, és most sem fogta a meghívásunkat. Azért egy ilyen gálát leszervezni nem egyszerű dolog, nem egyszerű történet. Ugye azt a részét már megbeszéltük, hogy az intézményvezető helyettesek, a pedagógusok összefogásával, az önkoordinálásával zajlik ennek a megszervezése, és most név nélkül, de azért tudom, hogy minden évben vannak, akik támogatják, akár anyagilag, akár felajánlásokkal, tárgyi felajánlásokkal is ezt a rendezvényt. Az idén is így volt-e? Még egyszer mondom, név nélkül. Az idén is így lesz, és süteménnyel fog támogatni egy helyi vállalkozó. Nagyon szépen köszönjük neki, hogy mindig gondol a néptánc csoportokban sikeresen résztvevő gyerekekre, és fog nekünk kis batyúba készíteni. Tehát akkor még egyszer mondjuk el a kedves nézőknek, hogy hanyadikán hány órától várják az érdeklődőket a Délinébe? 2017. március 25-én délután 14 órai kezdettel,
és mindenkit szeretettel várunk. Az óvodai csoportokat még nem mondtam, nem mutattam be. Arról úgy is beszélünk majd mindjárt egy picit, hiszen ugye működnek tehetségműhelyek az óvodákban. Ezek a tehetségműhelyek néha pályázatokon is részt vesznek, ha jól tudom, akkor új tehetségműhelyek is jöhetnek létre, és természetesen ők ugye ezen a gálán fellépnek, részt vesznek, és akkor most beszéljünk róluk, mit kell róluk tudnunk. Igen, óvodai tehetséggondozó műhelyek. A helyi műhelyekről beszélek, 4 néptáncos tehetséggondozó műhelyünk van, a Táncsics 19-es óvodából a Bíborka néptáncsoport, melynek vezetője Kunni Nánási Mónika, a Táncsics 17-es óvodából a Maxem tehetséggondozó műhely a vezetője Kisanikó Krisztina, és a Palánta tehetséggondozó műhely vezetője Szabó Lisné, és jó magam, az Apróállapot tehetséggondozó műhely vezetője vagyok, és mi nyertünk egy pályázatot. És én úgy gondolom, hogy mi nagyon jól együtt dolgoztunk két kolléganővel, Andival és Margóval, a Kuthenúti óvodából Galsiné Nagy Andival, és a Zöldhóti óvodából pedig Tóth Jánosné Margóval. 3 programmal dolgozunk, 3 tehetséggondozó műhely van, mert az egyik az anyanyelvi, a másik az ének, és az enyém a tánc, és így a művészetek eszközeit összehozva gondoltam, hogy mindannyian ezt tegyünk a gálán. Ezen kívül tavaly Pintér Dóri kolléganőm is a színpadon volt, és a mi óvodánkban most ő egy új tehetséggondozó műhelyt vezet, Tátipa zenei tehetséggondozó műhely. Őket is meghívtam, hogy a zenekart kiegészítve ők is részesei legyenek a gálának. Nagyon sokan leszünk, nagyon sok embernek kell majd ott abban a 10-12 percben együtt dolgozni, meg még a zenekar, úgyhogy nagyon nagy izgalommal készülünk rá, de nagyon lelkesek a kolléganők is. Megbeszéltük, és közösen azt határoztuk, hogy egy pünkösdi hagyományt fogunk feleleveníteni, és azt fogjuk bemutatni ezen a rendezvényen. Reméljük, hogy mi tudatosan felkészülünk rá, hogy ez sikeresen meg is fog valósulni. A szülők nagy támogatóink, és nagyon szépen köszönjük, hogy amikor pályázatokat valósítjuk meg, mindig a segítségünkre vannak. Most még annyit szeretnék mondani, hogy 950.000 forintot nyertünk e pályázaton, és a pályázati pénzből néptánc ruhákat vettünk. Pont erre akartam kérdezni, hogy ugye nagyon fontos, azt is beszéltük már egy korábbi interjúnk során is, hogy azon kívül, hogy nagyon fontos az élő zene, mert ugye más hatásai vannak mind a közönségre, mind a gyerekekre, mint hogyha egy zenei aláfestés lenne, ami mondjuk magnóról megy, vagy CD lejátszóról. Azt is nagyon fontosnak tartja ön is, hogy a gyerekek milyen viseletben állnak a színpadra egy-egy ilyen alkalommal. És akkor itt most lehet beszélni az új ruhákról. Igen, akkor itt szeretném elmondani, hogy nagyon boldogok vagyunk, mert új ruhákat készítettünk pályázati pénzből, és ezeket most ezen az alkalmon bemutatjuk. Mivel hogy több műhelynek a részvevői lesznek, így vegyes lesz a ruházatunk, mert elég sok gyerek fog a színpadon részt venni, de én úgy gondolom, hogy legalább mindenféle színes színkavalkád esztétikai élményt nyújt majd a közönségnek és a gyerekeknek, mert szeretném, hogyha a tehetséggondozó műhely gyermekei megnéznék egymás műsorát. Igaz, hogy kicsi a színház terem, hogy minden gyerek meg minden szülő, ezért szünet lesz. És az első részben is, és a második részben is, ugyanúgy a zenekar, a Csurka Sanyi, Andi éneke fogja a kezdetet mutatni, tehát a ráhangolódást a gálára, és utána pedig következnek egymás utána tehetséggondozó műhelyeknek a bemutatkozásai. Minden felkészítő pedagógusnak nagyon szépen köszönöm a munkáját, mert nagy munka, én azt tudom, meg még azt is hallottam, hogy sok gyerek betegeskedik most ebbe az időbe, de jó egészséget kívánok innen is, és szeretném, ha mindannyian ott lennének a gálán, és mindenki nagyon jól érezné magát. Reméljük, hogy így lesz, mi biztosan ott leszünk, és majd tájékoztatjuk, tudósít társok formájában a kedves nézőinket az eseményekről. Lezajlik a gála.
Mire készülnek még, milyen távlati terveik vannak, voltak-e fellépéseik az elmúlt időszakban, amiről beszámolhat a kedves nézőknek, illetve mire készülnek, jön a jó idő, a szabadtéri fellépések időszaka? Igen, most a pályázatunk kapcsán így 30 órát kell együtt töltenünk, és a pályázatba ünnepkörökhöz kapcsoltan a jeles napokat kiemelve írtuk meg a pályázatot, és így több lehetőség adódott, hogy együttműködjünk, meg bemutathassuk magunkat, és így, ha visszatekintek az őszre, a Mihály nap kapcsán a Zöld Fauti óvodába voltunk, és a tehetségműhely résztvevői, ezen kívül az ízőrzők, a népi iparművészek mindannyian ott voltak ezen a rendezvényen. Következő rendezvényünk az őszhöz kapcsoltan a Márton napot ünnepeltük meg. A pályázati pénzből biztosítottunk lehetőséget ahhoz is, hogy egy kis étellel kedveskedjünk, úgyhogy libás ételeket fogyasztottunk Márton napkor a tehetséggondozó műhely gyermekeivel és szüleivel. Nagyon jól sikerült. A téli ünnepkörben a Betlehemet ünnepeltük közösen. Voltunk a Szent Pál Marista általános iskolában, élő Betlehemet néztünk, ezen kívül mi elmentünk a Kuthenóti óvodába, ahol a Szent Pál Marista általános iskolás gyermekek mutattak be betlehemi játékot, és az Iringó felnőtt tánckör pedig a Déréné Kulturális Központban betlehemi játékot mutatott be, meg a szülőket is bevontuk, és együtt táncoltunk, és mindenki nagyon jól érezte magát. És most következik a tavaszi ünnepkör, farsangoltunk már, elbúcsúztattuk, elűztük a telet közösen szülőkkel, tehetséggondozó műhelyekkel a Csokonei úti óvodába, Kuthen úti óvodába már tavaszi bújós, kapuzós játékokat játszottunk közösen a három tehetséggondozó műhely, és hát a tavaszra nagy terveink vannak, beterveztük, hogy a Hortobágyra megyünk együtt közösen kirándulni, egy autóbuszos kirándulás, hogy ott is nagyon sok-sok minden látnivaló van, és a múzeumtól kezdve a programokhoz kapcsoltan több mindent bemutatnánk a résztvevő gyerekeknek és szüleiknek, és a legvégső a Pusztai Róka Hagyományőrző Egyesület tagjaival és nagyemesével a Szélmalmi Fogadóház udvarán egy hatalmas nagy záró ünnepséget szeretnénk rendezni, reméljük, hogy sikeresen megvalósul. És nem csak ez a mi pályázatunk lett sikeres, hanem majd a gálán a Ma Tehetsz pályázathoz Győri Erika zeneóvodásai csatlakoztak, és ők ott Gyukodi László és felesége, valamint Pincésné Sós Gyöngyi irányításával a megnyert pályázati pénzből eszközökkel fognak készíteni kunrózsát, meg minden hagyományokhoz kötődő szép kézimunkás dolgokat. Ezt majd szerintem a televízió közvetíteni fogja. Akik nem jönnek el, akik eljönnek meg, korlátozott számba, de meg tudják tekinteni, mert ugye ott is nem olyan nagy a hely, hogy mindenki odaférjen, amikor ez a kézműves tevékenység zajlik. De ilyen nagyon sok program, ilyen nagyon sok sikeres pályázat, ami hát intézményvezetőnk, aki koordinálja ezeket a dolgokat, és tényleg nagyon-nagyon sikeresnek mondható, és nagyon sok ismerethez, tudáshoz jutottunk pályázatok kapcsán mi magunk is. Tehetséggondozó műhelyvezetők értekezetén el szoktuk mondani tapasztalatainkat, és mindenki arról számol be, hogy mennyire utána kellett nézni a hagyományoknak, azoknak a verseknek, mondókáknak, énekeknek, dalos játékoknak, zenei betéteknek, hogy azok úgy valósulhassanak meg, hogy az ünnepkörökhöz, a jeles napokhoz kapcsolódjon mindegyik. Köszönöm szépen, hogy itt volt, sikeres rendezvényt, rendezvényeket kívánunk az elkövetkezendő időszakra, de legelőször is az apró lábak néptánc gálára. Köszönöm, hogy itt volt.
Nagyon szépen köszönöm én is, hogy itt lehettem. Kedves nézőim, már megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, mind a magam, mind pedig munkatársaim nevében is írjanak nekünk, vagy hívjanak bennünket bátran a megszokott elérhetőségeinken, és maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik a Karcag Televízió adása, a jövő heti viszontlátásra mindenkinek.